Jó napot, jó napot, kedves Omériók! Én Omérió vagyok, és ez itt az Omérió Total War következő része, ez pedig Tomérió. Omérió. Ha emlékeztek, a legutóbb megtámadott minket egy totomi erő, miután ellentámadásba indultunk, és egy ilyen rohadt ködös, rohadt helyes terepet kaptunk a katona szamurájaival szembe. Nekünk meg íjászaink vannak, de legalább parasztok. A terv az, hogy megfogjuk őket lényegében három fronton, az egységeink nagy része itt kint van ezen a síkságon. A kisebbik részük föl van ezen a hegyen, ahogy az ellenség oldalba répeljen minket. Trunkeló pedig az erdőben bujkál néhány egységemmel, ahogy az szokott. Yep. Nagyon jól elbújtak a sárga és lila ruháikban. Valamint kiraktuk ezeket az i-blokkoló cuccokat, amik igazából szarra se jók, ezek azért vannak itt, hogy megbontsák az ellenség alakzatát, hogyha rohamozni készülne. Úgyhogy, kezdjük a csatát! Vissza is vonulunk az alakzatbontók elől. Hűha! What? Hát, hogy azt hittem, hogy... Ajaj... Elég széles arcvonalon támad. Hát igen. Én azt hiszem, hogy elvesztettél egy teljes armit. Miért mondasz most ilyeneket? Ja, van íjásza? Igen, két egység íjásza van. Ezt már elmondtam körülbelül 15-ször, ezért mondtam, hogy maradj ott frankelni. Ott maradok frankelni. Jó van, Frank. Ha legalább bószamurájaink lennének. Van tüzed? Van. Igen. Már feltaláltam a tüzet, én ilyen fejlett nép vagyok. Az a baj, hogy... jó, végül is flankelek, igazából nem is szükséges a... Mi ez? Az nem szükséges. A tűz? Nem, a... ambush, mert... Érted, annyira máshol vagyok. Mit csinálsz azokkal az egységekkel? Kicsit baszogatom. És akkor rádogrózik mindennel, ez baszhagy. Hát akkor futkál azok előtte, hogy look at my horse is amazing, miközben a seregem többi része szarrá levi. De idegesítő ez a szarköd. Ja, én is látok át rajta. De az alakzatbontók remekül működnek, mert én se tudtam átmenni rajtuk alakzatban. Mondtam én, hogy ez elátránya. Ez előnye. Megtüzeled őket? Yes. Good. Öngyújtót készíts! Támagosi! Light them up! Na, reméljük, hogy ezek ellen very effektív lesz a tűz. Meghalsz, Balbaszaur. Úgy, lőjétek szét a domboldalt! Ó, az egyik egység egész szépen átlőtt rajtuk. Ó, oh, 10 ember meghalt, az szép. Na, vonulj vissza. Yes. Turbo! Nem tudsz még hátrébb visszavonulni? Mivel? Mert vonulj vissza a teljes ereggeddel. Miért? Mert túl közel van az izéhez, azokhoz a falakhoz. Nem fogja megbontani a charge-ot. Meg nem tudom rendesen bekeríteni így. De ezt mondhatod volna azelőtt is, hogy behúzom őket a range-embe. Ja, oh, sorry. Majd figyelj a generáljára. Oké. Az mit csinál, geci? Nézd, az egyik egységét echte rám fordította. Szép. Annak van infravörös tekintete. Na, öngyújtókat elő. Oké, a riszomra jövök, rólamra készülj. Rohamozunk. Látom, talán leomériózó azt a szerencsédent, a képen jön át az alakzatbontók között. Amit kapnak ezek az néhol. General Altán. Úristen, ez totál széthalt. Melyik? Itt az egyik. Most már tudom. Épp a general vagyok elfoglalva, becsárgyolt ZIA-szaim közé, és most megy át a másik egységen, ha jól látom, nem még az első. Oké, okay, fordulj rájuk itt oldalt, vagy adját pár embert oldalról, és akkor azokat majd én irányítom. Oké, okay, ez a bagázs a tiéd. Sírveszély! Oh fuck, kirohant a tábornokkal az egységeim közül, szóval nem tudok rácsárgyolni. Oly, mielőtt elfelejtem, így jászok guard módba. Oké, ezzel meg neki megyünk. Valamint berautolt.
Két IAS egységem. Három IAS egységem. Mi vagyunk a parasztmesterek, nem ahogy megfussatok ezektől. Parasztságot! Charge-olgod össze-vissza a tábornokával, még nem tudok belefutni, mert ott vannak közte a rohadt izei katonaszamurályok. Balszárnyon nyerünk közelharcban, meglepő módon. Ez olyan keresztűz van ott. Kinyírták az izémet, láncsásomat. Shameful display-t hallok. Mert ez tényleg elég shameful. Mi? A display? Aha, az mindig az. Ott van egy egységed, ami fél centire áll a katonaszamurályoktól, azzal charge-olj rá a tábornokra, ott van mögött mindegy. Ja, ezek az enyémek? Igen. Ezeket pinnelem. Bravo! Hallod? Glorious victory! Ott egyben áll két íjáz egységed, és lövi őket az ellenség szarrá, és ők nem lőnek vissza. Dosz. Gondoskodom róluk. Közben az én front, közben az én szárnyamon nyerünk. Most futamítod meg ott az utolsó katonaszamurai egységed, és lövöm a tábornok a hátát. Jó, megpróbál rácsárzsolni a Nobuhidére a tábornokával. Nyomd le. Jaj, csülödik az ijászaim. Nyertünk. Na, mi az, hogy itt szétveri a seregemet, mi? Te kis hitű. Hogy már logikusan gondolkozni? A fenébe elfelejtettem, hogy van ez a szar. Ja. Gondoltam, mindegy most, is sokan haltak. Gondoltam, most lesz az, amikor megyünk utánuk és szarrá lőjük őket. Aha, én is ezt hittem, de nem. Na, csapjuk a kampány mapot. Yes. Várjunk, azt írja, hogy csak egy karcsapással nyertünk. Van egyáltalán kardunk? Van, én csapkodtam őket közelharcba az íjászaimmal. Ja, való igaz. És minden paraszt íjásznak saját katonája van, szuper. Meg rácsárgyoltam az íjászaimmal az ő íjászaira, amikor mondtad. Ja, igen, tényleg. Nyomják azért a Shigaru pontrart. Ja. Na, akkor hogy jön az interfejét? Na szóval, az ellenséges sereg nagy részét ledaráltuk, mi elveszettük a seregünk felét, köztük az összes szamurájunkat, de ez van. Merre menekül a rohadék? Be a várba, természetesen. Ó, és már hozza a következő seregét, mert rohadt embi. Gondolom az is tele van katona szamurája. Hát persze, mi mással. Az ellennek jugorjak? Ja. Majd mérlegelek, aztán lehet, hogy bejövök ellene. Na. Ó, kaptam egy Significant Advances, szóval most 50%-kal gyorsabban találom fel a tüzet. Hm. Nem találtad már fel? De jó, most metaforikusan értettem. Ja, toljuk a Way of the Spirit, mert még nincsenek igazán katona szamurájaim. Na. Hol van a seregem? Itt van a seregem. Télen támadjunk. Heavy risk, but the price. Oké, okay, ez a sereg elfutott, oké, okay, ez hülye. Akkor beverik a várost. Jó. Autorizol. Nem ide menekült a katonaszamurályokkal? Nem, lehet az erdőben van. Lehet, hogy akkor ledaráltuk az összes katonaszamurályt, mert van itt két sebzett íjász egység tábornok nélkül. De intense fight van itt. Wow. Nagyon is. Ó, már prominens vagyok a Shogun szemébe, ez azt jelenti, hogy hamarosan megtámad Japán. Nagy szart, hát még sehol se tartunk. Tudom, vagy tudom. Te igen? Csak költőileg túlzok. De tudom, most már nem tud izé katona szamurát gyártani. Ó, tényleg itt van ez a remek Hojo sereg Mikawa mellett. Szerintem bevonulunk Mikawába, mert el van, hagyom, hogy egy körig lemorzsolódjon. Jó nagy sereg, sok emberre fog meghalni. Ja, menj be. Bár Totomi benn van a Strike Range-be, szóval. Hát max utána mész. Ja igen, max beveszik utána Totomit, nem az első alkalom lenne. Ó, a US-ugik kihaltak. Igen. Ja, ez a narancsárga, a Juba megette őket.
A szatakék? Gondolom. Ja. Az narancsárga? Hát ilyen pirosás, rózsaszínes, narancsárgás dzsúva. Ilyen trutyi színű, tudod. Mint te? Nem egészen. Nem tudod, hogy én sárga vagyok? Te zsüssz. Thanks. Enjoy. Mit csinálsz be Red South Chinanót? Télen, semmiképp. Ja. Szóval megkörülhet bevered. Ja, de ostromolni kéne, ja. Meg fogalmam sincs, hogy mi van ott egyelőre. Azt mondod, küldesz egy ninjat. Ja, most veszem meg. Omerio, I am ninja. Omerio. Hol nincs adó? Mindenhol van zsír. Hol nincs adó? Ja. No. Na nézzük, a hatakamajával tudok elvileg trédelni. Gyakorlatilag nem. Meg talán a hogyóval is tudnék, de gyakorlatilag nem. Az ellenséggel úgy érted? Viszont a szatakével tréd... Nem, nem is a szatake a lényeg, hanem a takaóka. Úgy tűnik háborúba tudok velük vonulni, csak most nincs felesleges seregem. Ki ellen? Mert mindegyik éppen az ordert tartja fenn. A parancsot? Igen. A 66-os parancsot? No! Csak azt ne! Poor Jedi. Igazából az összes szamurájt adik meg a parasztjaim. Lézerfegyverekkel. Oké, okay, nem csináltam semmit. Lehet. Szuper. Ó, itt is ennek a Takaoka Mochi Yukinak is ilyen patkós szarságon a fején, mint a te egyik izédnek, tábornokodnak. Ezt nálam aztán mindenkinek olyan van. Kivéve Takeda Shingennek, akinek nincs bajsza. Már itt van, csak nem de a de van, maszkján. Nem rendes. Hát rendes, csak nem a maszkján. Ja. Yeah. Nem a célbajsza van. Hát ez gyors kör volt. Aha. Oké, okay, elkészültek az első bószamurályok, majd amikor lesz belőlük 4-5, akkor felviszem őket éjszakra. Óvariban... Mit akartam építeni Óvariban? Mit akartam építeni Óváron ezt, te értesz? Nem tudom. Építünk egy piacot. Te ez a Hojo Army az ott meghalt, vagy? Melyik Hojo Army? Amelyik ott áll már három körül. Ja, full stack? Én nem látok Hojo Army-t. Ja, parton? Szerintem meg akarta támadni Mika, már csak rájött, hogy nem jó ötlet. Mindjárt belekergetem őket a tengerbe, nyugi. Csak most építgetem a seregemet ott éjszakon, ahol vagyok. You know, the place. Oh, that place? I know that place. Na, itt kitámadunk vakaszából és megesszük ezt a kis seregecskét. Oké, okay, mégse. Semleges területre menekült a köcsög. Bemenekült a sogunátus területére, oké, okay, bátor. Azt hiszem szövetségesek. No fuck. Ez sportszerűtlen. Közben trédelünk a szatakékkal. Övék fél japán és 166-ot kapok abból, hogy kereskedek velük, logika. Mert kereskedünk a Bessókkal, vagy mik ezek. Bessó. Csapd. Úristen, milyen Mikulás kalapja van ennek a fehér bajszához. Wow. What the fuck? Kerézzüket nem látom. Na, és Mikavából beleverjük a tengerbe ezeket a rohadt hojókat. Most már tényleg. Na jaj. Megölj a drámámat, Zemmi. Na. Két Firebomb Thrower, három Ilyász, pár paraszt, egy Jari szamuráj és két tábornok, az egyik upgrade-elt armorral. Jó, hát játsszuk le. Jó, játsszuk le, ez eléggé nagy csata. Bár nyerni az autóbattle, de játsszuk le. No, itt is volnánk. Esik az eső, ami azt jelenti, hogy nincsenek tűzesélyeink, és még az Nvidia fejlesztett hajfizikájában sem tudunk gyönyörködni. Oda a bulogának valami olyan a feje, mint egy pofonvágott aligátornak, és a fején lévő félhold alapján muszlim.
A terv pedig az, hogy Trunkelo átnyomult a hegyen körülbelül úgy eddig, elkezdi oldalba lőni az ellenséget, miközben megyünk föl frontálisan, és mi is elkezdjük lőni az ellenséget. Nem olyan komplikált. Úgyhogy, kezdjük. Oké, okay, berakta arba az egységeit. Az a jó. Trunkelo át kell az alpokon. Hol vannak az elefántjai? Ez ráttem? Állj meg, ne menj közelebb. Azt tudja, hogy hova mozog. Csak sétálok szépen a snellőre. Ha szar van, akkor sprinterek, aztán lövök. Ahogy elnézem, ez támadni készül. Küldi előre az IS egységet futva. Nyung! Oké. Okay. Én is pozícióba futok az IS-okkal. Mindjárt autótávon belülre ér. Ennyi tüzelőfelényünk van. Amúgy tök jó, hogy amikor eső van, akkor azt írja, hogy lehet, hogy nem tudod használni a tízes nyilakat. Erre mi van? Totál nem tudod használni. Miért? Mit ír? May not fire? Aha. Az nem azt jelenti, hogy talán, hanem az, hogy nem tüzelhetnek. Legalábbis azt hiszem, ebbe a környezetbe. Így is értelmezheti, mondjuk úgy. De egyértelműen... Próbáld kisznipolni a firebombokat. Oké. Okay. Már fut velük előre. Köcsög. Lehet, hogy azokra rá kéne charge-olnom a tábornokkal. Ami azt illeti, charge-ol a tábornokával. Oké, okay, Omerio, tudod mi a dolgod? Kapják lövéseket a firebombosok, de befutott a többi egység közé, szóval... Meat shield. Jó, remélem, megmondom az IS-ainak, hogy majd maradjanak helyben és lövik a firebombosokat, erre elkezdtek fordulni és lövik az IS-okat. Imádom a Shogun 2 parancsait. Na, Nobunaga, flankelsz. Ó, van még egy tábornok, ezt el is felejtettem. Akkor nem flankelsz. Nem? Bazz! Imádom ezt az emmi útkeresést. Az egyik IS-egységemet megette, hogy... Ja, az egyik esikerúmat megette, hogy elnézem. Na, utána meg itt üldözget. Ajjaj, nagyon nagy a káosz. A te oldaladon. Az enyémben stabilan verik őket vissza. Hihetetlen, hogy egy embere van az egyik unitba. Neki? Aha. Szép. Nekünk akkor általában meg sem is ül adjára térképpen az egység, nem? Nem úgy értem, hogy egy emberre lettek lenyilazva. Ja, hogy úgy. A Yari Samurai-t most tették meg a parasztjaim. Doja Forever. Tűz. Mármint lőjünk, de nem tűzzel. Több embert vesztesz, mint amennyit akartam, hogy veszíts. És menekül, szóval nem tudjuk őket lemészárolni. Nem kellett volna betennem ezt a guard módot, mert nem futnak az ellenség után. Áj, még a levegőben vannak a nyílveszőink, baszki. Szomorú. Kibaszott Shogun. Na jó. Hagyja lehet. Ó, és most ez el fog menekülni a területen belül, fasza. Onnan nem tud, azt hiszem. Onnan már nem tud hova visszavonulni, mert ha egyet menekült, akkor még egyet nem tud elvileg. Szerintem tud, és jó messzire. Na, meglátjuk. Meglátjuk. Na szóval. Az elsőnek maradt 400-500 ember, amivel szerintem elmenekült Trunkelo, szerintem. What? Mondtam. What? Elmenekül a köcsög. Ez mi a geci? Most le fog égetni a farmjaimat, mert zenmi köcsög. Nem tudsz rámenni lovassal, vagy generállal? Kin lenne az izéből. Kin lenne a zegység rádiószából. Ja, na jó. Fasza. Mert ezek stratégiának, akkor tudsz többet menetelni ebben a körben sajnos nem. Képzünk egy Yari-Ashigarút, nehogy azért beverje Mikavát és ostromba kelljen szor ráverni, amiben le fog égni a fél városom. Ez a köcsög életben volt három emberrel. Szuper. Mi mással? Ó, és meg a lázad, mert nem ért vissza a stregem. Nem baj, ebben a körben nem fog fellázadni. A ninjánkat, Kanenakát kiküldjük tangóba. Megfigyelj, hogy az ellenség nem szambá táncol-e.
Oké, okay, itt van egy Yashigarus öreg, ezzel elbírunk, ha kell. Én vagyok a panaszmester végül is. Yamatóban érve ennyi egysége már ezt? Ja. Két egységet kirendelünk, és majd felküldjük őket Nobuhidének segítségként. Jó, azt hiszem te jössz. Zsír. Ami azt illeti olaj. Kifejlesztettük a tüzet. Már te is fel. És született megint egy fiam, te annyian vagyunk. A rohadt életbe. Várjál, ezt meg kell néznem. Hol van clan management, family, hallod, van 4 fiam, na jó, csak 3, de brotheröm is van 2. Ez a Crusader Kings 2 lenne már milyen lenne a világ összes császársága. Igen. Pontosan. Mindenkivel házasodunk, meg tudnánk Habsburgolni a világot. Igazából az ellenség egyszer csak azt veszi észre, hogy ők is mi. Jó nagy a range az emberemnek. Aha, már látom, hol van ez a veszedelmes sereg. Full paraszt. De az a baj, az enyém is, úgyhogy... Full paraszt. Ezt egyelőre kiadjuk. Tudok valamit szabotázsolni? A Lias éppen Fortress építés már van, Sword School-ja, szóval szerintem csak időkérdés, hogy elkezdje feltölteni magát katonaszamurájokkal. Ja, tudsz oda majd helpelni? Abban a pillanatban, hogy ezt a ogyós öreget megfogtam. Besétálok ide az ő területére, aztán meglátjuk, hogy ki mozdul, onnan meddig tud menni. Itt van egy kis erdős rész, ahol meg tudod ambusolni. De egy ekkora sereget? Hát... Ja, egy ekkora sereget. Ez a baj, ide minőségbeli emberek kellenének. Szóval oda parasztok? Nem. Hát én vagyok a Master of Peasants. Nem tudod lehet rá a közébe. Kotalasza urájogat a paraszti jelszaimmal. Ezzel ebben a körben sem tudok csinálni semmit. Már uncsi. Szörnyű. Nálad nem szállt partra, ahogy Joe látod. Ez van akkor, hogyha mindenkivel békében vagy. Bono! Te áruló. Árulusz. Igen. Traitorus. Shameful Displayus. Nos, olyan, hogy ez a rohadt Hojo nem mozdul meg, mert hogyha megint össze-vissza rohangászom kell utána és fellázad, mikor nem lázad fel ebben a mázlimban mondjuk. Már egy ideje elfoglaltam. What? Mikavába kapok plusz 12-t a happiness, ez azért, mert resistance to invaders. Plusz 6, hol van ez? Mikava. Gondolom yeah. Azért, mert bevette az a köcsög nemrég a Hojo. Nem vette be. Akkor szerintem azért kapsz, mert itt vannak a területen. Igen, mert hojók vannak a területen, és az emberek nem akarnak hojók alatt élni, mert azok hojók. Ja. Hojókkal... még 4 körig nem háborúzhatok. Ne is akarj, mert ott van az a full stack, még mindig keleten. Azt szerintem most küldt át. Kérlek. Az mi? A kurva életbe. Én nem látom, hogy mit ajánl egyébként. Hány egységem van? Egy retainer és így ennyi. Ja, akkor nyom egy autobattle-t. Kurva jó. Fucking Shogun. Hát ez marad szánalmas. Kibaszott röhely ez a multiplayer hadjárat. Ez az, amin kimondottan látszik, hogy megcsinálták a játékot, aztán 3,5 perc alatt összerolták ezt is, hogy ráírhassanak még egy dolgot a dobozra. Hát ez elég szar volt. Hát igen. Ajaj. Ez ugyanerre készült. Az meg ott a képet bekent. Elbújt a fucking erdőmbe! Az igen. Szerintem látom azt a hadsereget az erődből. Ott kivitt valamit. Ja, pár egységet, ha jól láttam. Azokat megütjük. Rajtuk ütünk. Ho-ho. Hisz jól tudjátok ütésségét. Rossz kontinensen vagy. Army Crush, Trade Agreement, Broken Mounting Arrest, szuper. De most nem fog elmenekülni ez a köcsög. Elveszett egy erjás érő egységet a gép. Fasza. Mindegy, egy paraszt miatt nem fog lejátszani egy ilyen rölyes csatát.
Ó, oh, látom ezt a seregecskét, rakásparaszt. Melyik? Ez a ja, itt ez. Takaoka Miyomono Michimukin. Akkor neki mérsz, vagy mi? Nem tudom, mert egyébként eléggé le vannak strapálva az ijeszeim, és következő körben lázad a vakasza, hogyha nem vonulok be, szóval... Akkor menj be! Bevonulok és várom, hogy mit csinál. Igen, nem akarok ijeszt, katona szamurái gyárts el. Közben igában készülnek a bószamurájok. Miért tudd meg a kereskedelmem a Bessóval? Most nem is tudok vele kereskedni valamiért, oké. Okay. Kereskedjünk az Ashikaga Shogunnal. Remek. Yoshiharu? Oké, okay, Yoshiharu. Pram. Ovariban építünk egy Naginata dojót. Bár még katona szamurájaim sincsenek, de építünk egy Naginata dojót. Ott van két eléggé nagy hojo flotta, amik raiderik a trade route-omat, ami a Szatakékhoz megy, de ez van. Nincs flottánk. Ja. Még. Nem is lesz egy ideig talán. Szerintem a játék végéig nem lesz körülbelül. Nem lesz rá soha büdzsém, mert az ami mindig dobálja a csícseregeit. Ja. Itt ez üssz. Hol tüntette azt az egyettséget? Mi a fasz? Mi van? Bevettem Mikovát és minusz 11 resistance to invaders. What? Na jó, ez ott járt egy rakás szar. Az igen. Ez beszarás. Ezt melyik retardát programozta? Komolyan, a Harcavajra 3 nem volt kiadáskor ilyen bugos. És ott Franz, és ott Mexikó belépett. Ez nem bug. Lerohanta az Egyesült Államokat. De ez nem bug. De. E jó, ez nem bug, így van programozva a játék. Ja. Yeah. Baszki, ez röhely. Meg veszek még egy papot, mert soha nem konvertáljuk azt a provinciát. Ezt jól magyarosan mondtad. Hát besétálok az erdőbe, hát ha megambusol. Od? Na, nem ambusol. Jó, nem látod, hogy hol van a sereg? Ne, tudom, hogy kicsétált valaki, de nem tudom, hogy hova. Hát ezt mondtam. Na mindegy, ha remélem, ott nem tud eltalálni. Mivel? Ne, fölviszek egy sereget, nem akarok sokat baszakodni. Most levertem azt a Ojo szardarabot, szóval amikor nem megy a Resistance to Invaders annyira, hogy nem kell otthagynom egy fél sereget, akkor majd tudok jönni a Nobunagával. What the fuck? Oké, okay, a gépen valami úgy döntött, hogy hogy kiugrik. Mondja tovább, mehetsz. Mondjam tovább, mehetsz? What? Ja, csinálj, amit csináld, amit csináltál. You know, things. Ó, oh, még egy hojo flotta, de ez tényleg sereg nélkül. Hála az égnek. Valamilyen nincs zene. Most nálam sincs. Ja, de van csak rohadt halk. Azt hiszem, a játék átállította a hangbeállításaimat, de mindegy. Bes, ojjaj! Jó, sima így. Oké, nyomj egy quick save-et, aztán nyomj rá egy fight manual-ira. Nem tudok quick save-et nyomni. Fasza, akkor én nyomok egy quick save-et. Hát ezt megesszük, baszki. Jó, sima így. Ja.